Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. Nagy szeretettel köszöntöm kedves testvéreket, főtisztelendő plébános atyát, főtisztelendő nyugalmazott plébános atyát, diákonus testvéremet, pap testvéremet, kedves helyi híveket, esetlegesen ideérkezett vendégeket, zarándokokat. Jövünk áldást kérni, megköszönni az Úristennek, hogy sikerült egy nagy pályázati kereten belül 5 templommal együtt felújítani ezt a gyönyörű kápolnát. Köszönjük ezt, és várjuk, hogy a többit is részben befejezni tudjuk, részben pedig megáldani tudjuk. Szeretném kedves testvéreknek elmondani, hogy a szekszárdi remete kápolnával, a szekszárdi főpróbánia templommal, a kápolnával, aztán a bátai templommal, illetve a mohácsi fogadalmi templommal együtt egy pályázati kereten belül sikerül reményeink szerint felújítani mindegyik templomunkat, hogy minél több hívő, minél több buzgó ember tudjon itt részt venni. Van egy mondás, mi szerint két csodálatos dolog van a világon, amit az Isten ad az embernek, ez a természet, és amit az ember igyekszik adni az Istennek, ez a templom. És itt most az a kettő együtt van, és áldhatjuk érte az Istenünket, és megköszönhetjük az ő ajándékát. És szeretnénk kérni itt a lábunk előtt elterülő termőföldekért, hogy adják bőséges áldásukat mindazoknak, akik kemény munkával dolgoznak érte, mind maguk, mind családjaik, mind pedig mások számára. Kedves testvéreim! Midőn ezt a megújított kápolnát ünnepélyesen megáldjuk, könyörögve kérjük Urunkat, Istenünket, hogy áldja meg ezt a vizet bűnbánatunk jeléül, és keresztségünk emlékezetére ezzel hint meg minket az egyház, és a meghintés által tisztulnak meg a falak és az oltár. Az Úr Jézus segítsen minket kegyelmével, hogy a Szentlélekre hallgassunk, és hűségesek maradjunk egyházához. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Istenünk, általad nyer életet minden teremtmény. Te olyan jó vagy az emberek iránt, hogy atyailag gondoskodol rólunk. Szeretettel lemosod bűneinket, és Krisztushoz a főhöz újra meg újra visszavetetsz minket. Irgalmasan úgy határoztál, hogy akik a keresztség vizében újjászülettek, Krisztussal együtt új életre támadjanak, és titokzatos testének tagjaivá legyenek. Áldásoddal szenteld meg ezt a vizet, hogy ránk és ennek a kápolnának a falaira hintve emlékeztessen keresztségünkre, amely által Krisztusban a Szentlélek templomává lettünk. Mindenható örök Isten, árasz ki kegyelmedet erre a helyre. Add meg bőséges ajándékodat mindazoknak, akik itt segítségedet kérik, hogy igédnek és szentségeidnek ereje megerősítse híveid szívét. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, aki eljöttél hozzánk, hogy közöttünk lakjál a földön, áld meg mindazokat, akik áldozatukkal és munkájukkal szépítették ezt a kápolnát. Adj híveidnek hitet és hűséget, hogy ennek a helynek tudatos és buzgó látogatásával az ő jelenlétük legyen házadnak igazi ékessége. Add, hogy mindazok, akik itt imáikkal hozzád fordulnak, érezzék irgalmas segítségedet. Aki élsz és uralkodol az Atya Istennel és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Isten, te úgy rendelted, hogy Szent Orbán pápa, mint legfőbb pásztor vedesse híveidet, és mindnyájunk lelki javát szolgálja szavával és példájával. Közben járására oltalmazd egyházadban a lelki pásztorokat és a gondjukra bízott nyájat, és vezesd őket az örök üdvösség útjára. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Az apostoli zsinaton az apostolok és a presbiterek az egész közösséggel együtt elhatározták, hogy néhány férfit kiválasztanak maguk közül, és Pállal meg Barnabással Antiohiába küldik. Mégpedig Júdást, más néven Barnabást, Barszabást meg Szilást, akik vezető szerepet töltöttek be a testvérek között. Ezt az írást küldték velük. Az apostolok és a presbiterek testvérig üdvözletüket küldik az Antiohiában, Szíriában és Kilikiában élő pogányok közül megtért testvéreknek. Hallottuk, hogy közülünk néhányan megbízásunk nélkül tanítva megzavartak titeket és földulták lelketeket. Ezért megállapodásra jutva jónak láttuk, hogy kiválasszunk és hozzátok küldjünk néhány férfit a számunkra igen kedves Barnabással és Pállal, akik egészen a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak szentelték magukat. Elküldtük tehát Júdást és Szilást, akik személyesen, élő szóval is tudtokra adják a következőket. A Szentléleknek és mi magunk azt tartottuk helyesnek, hogy ne rakjunk rátok több terhet, mint ami szükséges. Tartózkodjatok ezért a bálványoknak bemutatott áldozati állatok evésétől, a vér és folytott állat fogyasztásától, valamint a paráznaságtól. Ha ezektől őriztettek, helyesen cselekedtek. Üdvözlünk titeket! A küldötteket útjára bocsátották, és ezek lementek Antiohiába. Itt egybegyűjtötték a közösséget, és átadták a levelet. A hívek örömmel olvasták a megnyugtató sorokat. Ez az Isten igéje. Barátaimnak mondalak titeket, mondja az Úr, mert elmondtam nektek mindent, amit Atyámtól hallottam. Alleluja, alle, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a lelkedre. Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek.
Nem mondalak többé titeket szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Szentelő paptestvérek, diákonos testvérem, kedves testvérek! Jézus megparancsolja, hogy szeressük egymást. Nem egyszerűen egy parancsról van itt szó, hanem annak a búcsúzó Jézusnak a szavairól, aki meghalt, föltámadott, és most a mennybe készül. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. És megmondja ennek a mértékét is. Azt mondja, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Életünk legnagyobb kérdése ez. Mikor szeretek jól? Mi a szeretet? Ki mondja meg? Ki tanít meg bennünket jól szeretni? Ki mutatja meg a jó példát? Jézus parancsba adja, hogy szeressük egymást, ugyanakkor példát is ad nekünk. Példát ad arra, mit jelent teljesen önmagunkról lemondani, mit jelent önfeledten, mit jelent szenvedést vállalva, mit jelent szenvedélyesen szeretni az embert. Azokat, akiket az Atya neki adott. Tűnhet ez a parancs félelmetesnek. Önmagában, hogy szeretni szeretnék, és ezt valaki megparancsolja, és annyi kudarc él bennünket a szeretettel kapcsolatban, akár mert adni szeretnénk, és nem sikerül, félreértik, akár vágyakozunk arra, hogy szeressenek, és nem jó szeretnek. Birtokolnak, megkötnek, elveszik szabadságunkat. Rengeteg félelem van bennünk a szeretettel kapcsolatban. Jézus példát ad. De amikor azt mondja, hogy parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást, valójában képesnek tart bennünket erre. Nem fél attól, hogy nem tudjuk megtenni. Nem olyan parancsot ad, amit nézünk ugyan magunk előtt, mint célt, de sosem fogjuk elérni, hanem olyan parancsot, ami az ő életének a parancsa. Jézus bízik bennünk. Bízik bennünk azért, mert a keresztségben belé oltottuk az életünket. Bízik bennünk azért, mert megkaptuk az ő lelkét. Nekünk adta, nekünk ajándékozta. Nincs semmi, ami eltávolítana tőle. Nincs semmi, amit ne érthetnénk Jézusból vagy az Atyából. Nincs semmi, amit ne érthetnénk önmagunkból. És bízik bennünk, mert a keresztség a bérmálás a Szentlélek mellett, vele együtt, mint egy teljességként, magunkhoz vehetjük az ő testét és vérét. És nem különbözik tőlünk, nem vesz távolságot tőlünk. Bevonja ebbe a gyönyörű kapcsolatba a teremtett világot, bevon bennünket mindazokat, akik vagyunk, és azokkal a képességekkel, akik vagyunk. Vagyis, nem egy kívülállónak mondja, hogy szeressétek egymást, nem olyan valakinek, aki tőle távol van, hanem azoknak mondja nekünk, akik ismerjük, akik szeretjük, akik tudjuk, hogy bennünket megváltott, életét adta értünk, és élettel akar táplálni bennünket. Ez a szeretet kapcsolatnak a belső törvénye. Szeressétek egymást,
Mi oda tartozunk Krisztushoz. És jó, ennek a parancsnak a kapcsán a szeretetnek néhány jellemzőit is magunk elé állítani. Talán azokat is, nem is mindegyiket, nem is vállalkoznék erre, azokat, amelyek talán mindennapi életünket leginkább befolyásolják. Jézus, amikor szeret, sorsközösséget vállal azokkal, akiket szeret. Megtestesül. Beletestesül az embernek az életébe. A megtestesülés gesztusa nem csak egy esemény az ő életében, amiután majd következik a többi, annál lényegesebb, hanem az a gesztus, amivel mindent megmutat. Közel jön hozzánk az Isten. Sokszor félünk magunktól, kicsinségünktől, bűneinktől, elesettségünktől, talán még az Isten is távolságot vesz tőlünk, és nem. Mert közel jön, sorsközösséget vállal. És amikor azt mondja, szeressétek egymást, ugyanezt kéri. Légy egy azokkal, akik rászorulnak bármire. Légy egy azokkal, akikkel egy családba tartozol, egy közösségbe tartozol. Ne legyen semmi, ami elválaszt. Sem érzelmek, sem anyagiak, sem vágyak, amelyek különbséget tennének. Jézus szeretetéből azt is látjuk, hogy mindenhol jót tett. Ezt írja róla az apostolok cselekedeteinek a leírása. Körüljárt jó cselekedvén. Vagyis azt jelenti, hogy szinte azért ment körbe, azért járt mindenhová, hogy jót tegyen. És ebben példát ad. Körüljárni jó cselekedvén. Sokszor a jó cselekedetekre úgy gondolunk, mint életünk kiemelkedő eseményeire, amire rákészülünk, megfontoljuk, megtesszük, örülünk neki, és egyébként éljük a hétköznapi életünket. És Jézus azt mondja, nem, minden cselekedeted jó cselekedet. Körüljárni jó cselekedvén, az állapotbeli kötelességben, az imádságban, a szolgálatban, a figyelemben, a meghallgatásban, a megbocsátásban, annak keresésében, hogy mire szüksége van, mire van szüksége a másik embernek. Aztán példát ad nekünk a szeretetben arra is, hogy egyetlen egy mércéje van a szeretet mértékének, az az üdvösség. A saját és embertársam, a rám bízottak üdvössége. Nincs más. És ez megnyugtató és felszabadító is, mert nagyon sokszor azt mondjuk, de ha szigorú vagyok, akkor nem szeretek. De ha az igazságot megmondom, akkor nem szeretek. És világunk elhajlik egy ilyen érzelmi, valamiféle jólét felé, érzelmi jólét felé, amiben úgy gondoljuk, hogy akkor szeretjük egymást, ha mindenki azt tehet, amit akar, ha mindenki úgy élhet, ahogyan akar, és megfeledkezünk a testvéri feddésnek a Szentlélektől való ajándékáról. Vagyis, igenis, amikor az én üdvösségem azt kívánja, hogy az igazsághoz ragaszkodjam, akkor ezt tegyem meg. Amikor testvérem üdvössége azt kívánja, hogy figyelmeztessem, tegyem meg. Amikor azt kívánja, hogy bátorítsam, tegyem meg. Mert nincs más mércéje és más célja a szeretetnek, mint hogy együtt legyünk az Istennel. És ez igaz akkor is, amikor olyan életviteleket, olyan életvezetést nem akarunk beengedni családjainkba, ami nem keresztény, nem krisztusi. Miért tennénk? Nem jó, nem vezet jóra, nem méltó az emberhez. És megtűrjük. Olyan szavakat, olyan fogalmakat, olyan vágyakat, amelyek nem krisztusiak. Miért tűrnénk meg? Miért engednénk be az életünkbe? Az üdvösség a mérce, a másik igazi java. Ezért szeret a szülő jól, akkor, amikor figyelmezteti gyermekét, akkor, amikor Isten dolgaira irányítja a figyelmét, és ehhez példát is ad. És Jézustól, amikor szeretni tanulunk, akkor tanulhatjuk azt is, hogy örömmel kell szeretni. Önmagában ez is egy fura megfogalmazás, örömmel kell szeretni. Örömmel. Ha a szeretetből eltűnik az öröm, pusztán kötelességteljesítés lesz, ez is nagyon értékes, ezt is nagyon meg kell becsülni, de akkor eltűnik belőle a szabadság. Az öröm az mindig túlmutat a cselekedeten. Az öröm mindig túlmutat azon, hogy mit értem el, mit produkáltam. Nem önmagamról szól. Az öröm az mindig tágítja
azoknak a cselekedeteknek a lehetőségét, amelyeket képes vagyok megtenni. Örömmel az azt is jelenti, hogy Krisztus készségével. Itt vagyok, Uram, mit tegyek? Mire akarsz használni? Milyen képességeim vannak? Képességeimet hogyan akarom mások javára fordítani? Azt parancsolom nektek, szeressétek egymást. Egyházunk tanításában teljesen világosan áll előttünk, hogy a szeretet, a krisztusi szeretet, az sokkal inkább akarati aktus, mint értelmi vagy érzelmi aktus. Akarok szeretni. Nem az a kérdés, hogy érzek-e a szívemben valamiféle érzelmet a másik szeretetére. Ha jó, ha ilyen van, az lehet jó. Nem arról van szó, hogy én fontosnak tartom-e a szeretetet. Igen, fontosnak tartom. Hanem arról van szó, hogy megteszem-e azt, amire Jézus példája engem ösztönöz. Akarom megtenni. Akarok olyan lenni, mint ő. És ezért is fontos, és hiszem, hogy például az mostani találkozásunk is a szeretet gesztusa. Amikor eljövünk ide, az ősök hagyományát ápolva, Orbán kápolnához, hogy kérjük az ő segítő közbenjárását. Mert nem csak egyszerűen idejövünk, hogy valami jóban legyen részünk, hanem idejövünk és hordozzuk mindazokat, akiknek a munkájára, akiknek az áldozatára, Istennek az áldását kérjük. Jó akarattal, jó cselekedettel jártunk körül, hogy ideérjünk. Fontos, hogy minden nap életünkben az ősök, a hagyomány tisztelete jelenjék meg erővel, és ezt tudjuk átadni gyermekeinknek, fiataloknak, azért, mert ez is a szeretet gesztusa. Miért? Hogy legyen kapaszkodó, legyen olyan vallásos kultúra, amiben, mint hordozó közegbe bele tudnak kapaszkodni, amiben értelmezni tudják az életüket. Ez bizony a szeretetnek a gesztusa. Tehát teremteni a vallásos kultúrát, éltetni, újra gondolni, újra teremteni, ez is a szeretetnek a gesztusa. Nem lehet oly könnyen lemondani azokról a hagyományokról, amelyek életet adnak, életet adtak elődeinknek. Ezért is öröm, hogy sikerült ezt a kápolnát is felújítani, mert az is tapasztalat, amikor valami megszépül, akkor oda szívesebben megyünk, akkor elhisszük, hogy a lelkünket is érdemes megszépíteni, megújítani. Azt parancsolom nektek, szeressétek egymást, úgy, amint én szerettelek benneteket. Ez a Krisztus mércéjű embernek a cselekvése. Ezzel akar megajándékozni bennünket egyházunk, az ő tanítása, az ünneplésünk, az a gyönyörű természet, aminek részesei vagyunk. Ámen. Kérjük testvéreim Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket. Urunk, Te vagy a pásztorok fejedelme. Ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Kérjük Téged, hallgass meg minket. Aki nyájadat Péterre és utódjaira bíztad, add, hogy Ferenc pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Aki válladra veszed a gyengét és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Urunk, adj nekünk szent papokat, akiket látva egyre többen értik meg, hogy téged szolgálni öröm és derű, kedvesség és alázat, szeretet és élet. Add, hogy gyulladjon fel a fiatalok szívében az a láng, amely elvezetheti őket a papi szolgálatba. Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk.
állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Szeretetnek szent emléke, ez az örök áldozat, mit most szolgált az oltáron, Uram, neked bemutat, add, hogy még most húszból áldunk, érted áldozottá váljunk. Szeretetben élve halva, lássuk egykor arcodat. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Felajánljuk neked, Istenünk, ezt a dicsőítő áldozatot szentjeid emlékezetére. Közbenjárásukban bizakodva reméljük a jelen és a jövő bajoktól szabadulást, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod egyházodnak, hogy örvendezzék Szent Orbán pápa ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hosanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hosanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent. És néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitre valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Orbánnal és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérjük Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgálat Ferenc pápánkat, György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész hívő népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmassan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek jelenségben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom elő, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet. Imádlak, nagy Istenség, testvér titkos mi szentség, leborulva. Itt van Isten emberség,
Könyörögjünk. Istenünk, ma Szent Orbán pápa ünnepén magunkhoz vettük ajándékaidat. Add, hogy ne maradjanak hatástalanok, hanem legyenek segítőink a földi életben, és a boldog örök életet nyissák meg előttünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Tisztelendő püspök atya, háláson köszönöm Bátorszéki Egyházközség nevében, ezen a szép mai estén velünk együtt imádkozott a templomtól kijövett körmenetben, és hogy megáldotta számunkra ezt a kedves ősi kápolnát. Háláson köszönöm polgármester úrnak, és mindazoknak a segítőknek, akik a mai napon részt vettek abban, hogy ez az ünnep megvalósuljon. A közmunkásoknak, a polgárőröknek, és mindazoknak, akik együtt, egy szívvel, lélekkel a mai estén együtt ünnepeltek ebben a Szent Misa áldozatban. Köszönöm paptestvéreimnek is, hogy itt voltak, és ők is velünk együtt részt vettek ebben az áldozat bemutatásban. Most egy rövid hirdetést hallgassunk meg. Ne felejtjük el, akik jelentkeztek Balassagyarmatra, az édesanyád találkozójára. Bátaszékről 5 órakor indul az autóbusz. Én is hirdetni szeretnék, illetve szeretném a kedves testvérek figyelmét fölhívni arra, hogy holnap az esti szentmise után félvétkor egy különleges hangverseny lesz a templomunkban. Nemzetközi hírű előadó művészeknek az előadásában hallgatunk orgonán, illetve fuvolán ritkaságokat és népszerű dallamokat. A művésztrió magyar tagja Botkáni Égető Mária, aki 3 évtizeden keresztül volt a Szegedi Dómnak az orgonistája, ő fog, illetve 2 svájci vendégművész fog közreműködni ebben a hangversenyben. Nagyon nagy szeretettel hívjuk erre a kedves testvéreket, tehát holnap este 6:30 az esti szentmise után. Testvérek, az imént kértük mise elején Úrnak az áldását arra a munkára, amit itt a környéken élők belefektetnek az életbe, azért, hogy élet legyen. És hiszük, hogy az Isten megáldja az ő munkáikat. Ugyanakkor pontosan tudjuk, hogy a természet erői Isten akaratát is hordozzák számunkra. Ezért mindig nem is jó vagy rossz időért imádkozunk, esőért vagy napsütésért, nem mindig alkalmas időjárásért. De itt messze többről van szó, mint hogy ezt kértük volna, hanem az Úr áldását mindazokra, akik munkájukkal másokat táplálnak. Ugyanakkor szimbolikus jelként ezeket a gyümölcsöket is megáldom, mint egy reményben, hogy az Isten ebben az esztendőben is megajándékozza kinek-kinek a munkáját, és azt az előfeszítést, amit a Föld megművelésére, Föld javainak előteremtésére, testvéreinknek a táplálására fordít. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, kegyességedet kérjük, hogy a föld gyümölcsére, amit az időjárás és az eső kormányzásával adsz nekünk, bőséges áldásodat árad. Add meg népednek, hogy ajándékaidért mindig hálások legyenek. A föld termékenységéből törzs be az éhezőket bőségesen javakkal, hogy a szűkölködők és a szegények is dicsőítsék nevedet. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. És pedig fogadjuk a Szent Misének a záró áldását. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! A mi Istenünk, a menny és föld ura, aki a kápolna megáldására egybegyűjtött benneteket, árassza reátok bőséges áldását a mennyből. Amen. Adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma és a Szent Lélek hajléka legyetek, mert úgy akarta, hogy szétszóródott gyermekei egyszülött fiában forjanak egyé. Amen. Engedje, hogy a megtisztult szív örömével hordozzátok a bennetek lakó Isten, és örökségül elnyerjétek az összes szentekkel együtt
a mennyei boldogságot. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Boldog asszony anyán, régi nagy patrónán, nagy ígységben lévén, így szólít meg.